A médiaszolgáltatók megértették, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság partneri együttműködésre törekszik velük, mondta az Inforádiónak Aujár János. A médiatanács tagja azután nyilatkozott, hogy az NMHH konzultációt rendezett a médiaszolgáltatók hatósági ellenőrzésein felmerülő adatszolgáltatási kötelezettségekről. Sánt András interjúja. Milyen szempontok szerint, milyen gyakran ellenőrzik a médiaszolgáltatókat? Ennek nincs olyan egyértelműen kialakult rendszere, ami kőbe lenne vésve. A médiahatóság működtet úgynevezett monitoring szolgálatot, amelyik szúrópróbaszerűen, illetve hosszabb időn keresztül is ellenőrzi a médiaszolgáltatókat, de ennek a kapacitása nem elegendő arra, hogy az országban működő összes médiaszolgáltató, aminek a száma 800 fölött van, folyamatos ellenőrzését el tudna végezni. Ezért van szükség arra, hogy a médiaszolgáltatók szolgáltassanak adatokat a saját tevékenységükről, és ennek a rendszerezése a médiahatóság dolga a továbbiakban. A médiahatóság egyébként tud valamilyen segítséget biztosítani a médiaszolgáltatóknak az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítéséhez? A dolgok pillanatnyi állapota szerint a médiahatóság tudomására hozta a szolgáltatóknak, hogy ebben az adatszolgáltatási körben mik azok a körülmények, meg adatok, amikre kíváncsi. A szolgáltatók egy részének az álláspontja szerint ez olyan terheket róna rájuk, amit ők nem tudnak viselni, ezért ezen a meghallgatáson, vagy ezen a konzultáción azt hangzott el, hogy arra kérik a médiahatóságot, hogy gondolja át az adatszolgáltatási kört, amit nekik teljesíteni kéne. Erre nem mondtuk azt, hogy ez lehetetlen, természetesen készek vagyunk mindenféle észszerű kompromisszum megkötésére, egészen odáig, hogy akár szoftveres támogatást is tudunk biztosítani a médiaszolgáltatók számára. Arra esetleg tudna mondani példát, hogy mi az, amit mondjuk ki szeretnének venni a médiaszolgáltatók az adatszolgáltatási körből, és amit esetleg önök is reálisnak, elfogadhatónak tartanának? Az egyik legfontosabb kérdés ugye ebben a körben a médiatörvény új szabályaként alkalmazandó magyar zenei kvóta, amit minden szolgáltatónak be kell tartania. Ennek a kapcsán az első adatkérésre vonatkozó levélben mi szerepeltettünk olyasmit is, amire valóban nem biztos, hogy szükség van, kezdve a műsorszám kiadásának évétől egészen a kiadó nevéig. Úgy látjuk, hogy valóban itt vannak olyan szempontok, amik miatt erre nem feltétlenül van szükség, tehát készek vagyunk ebben a körben mindenféle észszerű kompromisszumra. Milyen benyomásai vannak a konzultáció után? Mi az, ami ön számára mondjuk a legfontosabb tételként megmaradt? Én úgy láttam, hogy átment az az üzenet, amit közvetíteni szerettünk volna. Hogy tudnélik, a médiahatóság nem úgy áll ez a kérdéshez, hogy lehetetlenné akarná tenni a médiaszolgáltatók működését. És úgy véltem, hogy úgy látom, hogy a részvevőkben is az maradt meg, hogy itt nem rettegni kell, és nem ellenállni, hanem együttműködni. Aujár Jánost, a médiatanács tagját hallották.